Szabad molinózni a magyar parlamentben, az emiatt kirótt büntetés pedig sérti a képviselők szabad vélemény nyilvánítási jogát. Ezt mondta ki a Strasbourgi Emberjogi Bíróság. Az Együtt PM és az LMP képviselői azután fordultak az Európai Bírósághoz, hogy Kövér László többször is megbüntette őket parlamenti akciójuk miatt. Benyó Rita összeállítása. Itt nemzeti dohánymafia működik. Ez állt a PMS képviselők molinóján, amelyet tavaly májusban feszítettek ki. Megvárták, amíg a teremőrök rájuk szólnak, csak utána mentek ki. Szabó Rebeka és Szilágyi Péter 140 ezer forintos bírságot kapott ezért. A loptok, csaltok, hazudtok molinóért pedig Karácsony Gergelyék 235 ezeres büntetést. A földtörvény végszavazását akarta a Jobbik megakadályozni, úgy, hogy elfoglalták a pulpitust. Ugyanekkor az LMP is tiltakozott, molinóval és hangos bemondóval. Őket 415 ezerre büntette Kövér László. A Strasbourgi Emberi Jogi Bírósághoz ezek miatt az esetek miatt fordultak az LMP-s és a PMS képviselők, és nyertek. Az Európai Bíróság kimondta, hogy sérült a szabad véleménynyilvánítási joguk, a pénz visszajár, sőt annál több is. A mai döntés az világossá tette, hogy az, ami a Kövér Lászlói parlamentben normális, az Európából nézve az elfogadhatatlan, az Európából nézve az egy putyini típusú álparlamentarizmus. Ez az ügy nekünk nem azért volt fontos, hogy a saját igazunkat megvédjük, hanem hogy megvédjük Magyarországon a véleménynyilvánítás szabadságát. Attól, hogy ön szép, abból még nem következik az, hogy okos. Nem mindenért büntet egyébként ugyanúgy Kövér László. Például Illés semmilyen büntetést nem kapott ezért a mondatáért. Kövér ezt azzal indokolta, hogy ez nem sértette kirívóan a ház méltóságát. Az szerinte leginkább az ellenzék számlájára írható. Az új parlamenti frakciók megjelenésével a ház stílusa a korábbiakhoz képest is egy kicsit elvagyult, és ebben az első lépéseket tettük meg a házszabály módosításával és a házra vonatkozó törvény elfogadásával. Semmi okot nem látok az izgalomra. A szokásos idétlenkedés zajlik, kérem, viseljék türelmemmel. Tavaly március óta összesen 20,5 millió forint bírságot szabott ki Kövér László. Egytől egyig ellenzéki képviselőkre. A Jobbikos akció, amely a földtörvény megszavazását gátolta, 17 millió forintba került a pártnak. A PMS-ek 5 akcióval 1 millió 200 ezres, az LMP 2 akcióval ugyanekkora büntetést szedett össze. A DK-sok monoklival tüntettek, ezért 260 ezret kellett fizetniük. Az MSZP-nek egy akciója volt, a 131 ezer forintos bírságot jelentett. Európa más országaiban jellemzően csak a verekedésért büntetnek. Az Európai Parlamentben a hiányzásért jár pénzbírság, akár a költségtérítés felét is elvehetik. Szlovákiában a maximális bírság 52 ezer forint, ezt jellemzően verekedésért, káromkodásért, durva sértésekért vetik ki. Spanyol parlamenti képviselőket pedig azért büntettek meg csak nem 236 ezer forintra, mert pornóképeket nézegettek a családon belüli erőszak büntetéséről szóló törvényvitájában. I don't know what they're paying him, Mr. Speaker. Order, but I haven't finished. Angliában nemhogy büntetés nem jár, de kifejezetten a kultúra része, hogy bekiabálásokkal, hangoskodással, felállással fejezik ki a képviselők nem tetszésüket. Benyó Rita, Hír 24. Nem ez volt az első kudarca az államnak az Emberi Jogok Európai Bíróságán. Idén eddig 9 perből csak egyben tudott nyerni, míg tavaly 42 esetből 40-ben veszített.